Sziasztok! Köszöntelek titeket a Kék évzáró eseményén. A Trust Your Architect kerekasztal beszélgetés keretében vagyunk itt egy ilyen kis családias körben, itt az év utolsó-utolsó előtti napján. Ugye ilyenkor mindig az évzáró eseményen külföldön dolgozó építészeket, vagy épp tanuló építészeket hívunk meg. Ez a kerekasztal beszélgetés a körünkben a szervezőtársaimmal, Smirt Mártival és jó magammal, Szücstasi Karinával, meg itt hátul Balázs Bálinttal, meg még párunkkal, már 3-4 éve dolgozunk, hogy fiatal építészeknek minden hónap első vagy második hétfőjén érdekesebbnél érdekesebb témákkal rukkoljunk elő. A mai eseményen ugye itt van közöttünk Mándoki Réka, aki Cambridge-en tanul és PhD-t csinál, és Paskó Norbert és Vátyi Gergő, akik pedig Zürichből jöttek itt egyenesen hozzánk. És hát akkor kezdjük is el a beszélgetést. Azt hiszem, az elején ugye úgy szokott történni, hogy mindenki egy pár szóban bemutatja magát, hogy mivel foglalkozik. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Paskó Norbert vagyok. 2016-ban a Gergővel egy napon, egy helyen a középtanszéken védtem a diplomámat. Utána itthon egy rövid ideig dolgoztam a 3H építészirodánál, majd látványtervezőként egy olyan cégnél, aminek Zürichben van az anyavállalata. Itthon egy kis irodával dolgozunk be, vagy dolgoztunk be. Majd február elején től már Zürichben a Hans Peter Öster Rate of Fenningen Architektennél dolgozok. Ez a hivatalos neve az irodának, ami januártól még hosszabb lesz, de általában OPARC-nak vagy Öster Fenningen Architektennek hívjuk magunkat. Két vezető építész a névadó, Hans Peter Öster és Reto Pfenninger, és ehhez csatlakozik majd újabban két másik építész, akik már szintén az alapítás óta jelen vannak az irodában. 30 építésszel együtt dolgozunk. Egy irodában. Mutatnom kell valamerre, vagy nincs még bekapcsolva? Jó. Erősen. Lehet. Tehát ez az irodatér, ahol 30-an dolgozunk, elég nyüzsgő néha, főleg amikor csörög a telefon, ugyanis mindenhol megcsörren, hogyha az általános számot hívják. A négy vezető építész vagy irodavezető nagyjából minden projekttel foglalkozik egy kicsit, vagy minden héten, mindegyik projektben egy kicsit beszáll a konzultációba. Egyébként csapatokban dolgozunk. Általában ilyen három-négy fős csapatokban több projekten dolgozunk egyszerre. Az irodában körülbelül 10-12 projekt fut. És ezek a csapatok a prioritás szerint éppen az egyik vagy másik projekten dolgoznak. A munkaidő az 8,5 óra. Ez a fél óra, ez annak köszönhető, hogy minden nap kétszer szünetet tartunk. Ez irodától függő egy picit, van, ahol egyáltalán nem tartják meg ezt a szünetet, van, ahol hosszabban, van, ahol rövidebben, nálunk általában egy kétszer 15 perces szünet van, ahogy az a szabálykönyvben is meg van írva. Ekkor 9 órakor, nálunk fél 11-kor, illetve 4-kor, nálunk fél 5-kor tartunk egy rövid kávészünetet, ahol dumálunk egyébként. Egy szokatlan módon, vagy Magyarországhoz képest szokatlan módon komoly munkavégzés folyik, nincs facebookozás, nincs nagyon lájtos tévelgés jobbra-balra. De nagyon jó kis közös programokat szoktunk magunknak kitalálni. Például az egyik ebédszünetben jutottunk el ehhez, hogy melyikünk csinálja az igazi jó pesztót, vagy hogy néz ki az igazi jó pesztó, és akkor csináltunk bele egy pesztó versenyt.
Vagy minden évben van Büroreise, irodai kirándulás, ami idén Párizsba szólt. Négy napot töltöttünk a teljes iroda Párizsban. Épületeket néztünk meg, ahogy itthon is egy építésztúra ki szokott nézni általában. És akkor bemutatnék két projektet, amin én dolgoztam. Ez a Burkville névre hallgat. Ez egy pályázat. Alapvetően pályázatozni mentem az irodához. Ez később megváltozott. Akkor maradok egyelőre itt. Rögtön az első nap a kezembe kaptam a programfüzetet, és hadd szóljon. Egy néni Zürichhez közel nagyon sok pénzt örökölt a családjától, és csinált egy alapítványt, alapított egy alapítványt, ahol azt a célt tűzték ki, hogy egy területen, a városból kijebb egy eső területen, egy zöld mezős beruházás keretében egy új 100-120 lakásos lakóparkot építsenek, kis falu központtal, kis egészségügyi központtal, főként időseknek és alacsony büdzséjű lakók számára. Ez elég komoly elképzelései voltak a néninek, fával a falutéren, kis szökőkúttal, padocskákkal, nem tudom mivel. Na ebbe a témába mi nem akartunk beleállni, és egy nagyon más irányba vettük a tervezésünket. Ilyen UFO, csészehajakat terveztünk. Ugye nagyon ez a co-housingnak, vagy az együttélésnek az egyik lehetséges módja az a laubengangos, közlekedő folyosós, vagy ilyen folyosón történő megközelítése a lakásoknak, és nem pontszerű közlekedőket, sok liftet, sok lépcsőházat, 3-4 fogatos lakásokat tervezünk, hanem valami olyat, ahol mindenki valahogy így vagy úgy találkozni tud. És akkor mi egy ilyen eredményre jutottunk, ahol a nagy kör az úgy alakult ki, hogy 60 méter volt a megengedett leghosszabb homlokzat, ez pont egy 60 méteres átmérőjű kör alaprajz, és három szomszédos kisebb körben talált helyet a többi lakóegység. Ugye, mint mondtam, nem akartunk ilyen kis házikókat, nincsenek konkrét irányok, konkrét helyek. Valahogy ugye az egész folyik a zöld területen, van egy kis patak, védett erdőszakasszal, egy forgalmasabb út, amit szintén egy fasáv választ el, és a köztük lévő részen, a földszinten össze-vissza lehet menni, jönni-menni. A fölsőbb szinteken, viszont csak már egyébként is, hogyha a területet megközelítjük, inkább ez a kép tárol elénk, tehát látjuk ezeket a hengereket, ami egy kicsit meg is lepte a zsűrit. Az első prezentációnál, ugyanis két prezentáció van, a köztesnél is találkozunk a zsűrivel, ők is az összes projekttel személyesen, és a kritikák alapján lehet folytatni a tervezést. Na, mi olyan kritikát kaptunk, hogy kezdjük előről. Na, ez konkrétan nem volt leírva, de nagyjából ezt lehetett kiolvasni. Mi tovább mentünk, és a végén szerintem egész izgalmas projekt jött ki az ötletből, a kezdő, kiinduló ötletből. Tetszett nekik is. A végeredményben természetesen nem mi nyertünk. Ezt nagyon nehéz lenne, ezt a Gergővel már mi is a hétköznapokban beszéltünk. Körök? Biztos, hogy nem. Tehát ez nem fog átmenni. Ugye ott nagyon sok lépcső kell áthaladni ahhoz, mire egy ház megépül. Egy sokkal-sokkal konzervatívabb terv lett a végeredmény, aki az első helyezett terv. És ott is komoly kritikák, ők is komoly kritikákat kaptak a helyi újságoktól. A mi ötletünk az volt, hogy ez egy nagy terasz, sok átlátás a lakásban, hogyha kívánjuk, ha nem,
el lehet húzni a függönyöket. Egyébként mindig a konyha étkező orientálódik a közlekedő felé, és a hálószoba és az elzártabb privát szférák azok a kör külső része felé, ahol mindenhol terasszal kapcsolódunk. És egyébként ezek elég flexibilis, úgy terveztük, hogy elég flexibilisek legyenek az alaprajzok, tehát így is, úgy is, amúgy is be lehetne rendezni, lehetne ekkora lakást, amekkora lakást. Ez egy kicsit nehezebb lenne, gondolom, hogyha tovább jutottunk volna, de az alapötlet az gondolom látszik a képeken. Mutatok pár látványtervet, hogyan képzeltük a belső téri világát. Ez a nagy körben van, a kisebbek sokkal zártabbak, arra mi is kíváncsiak lennénk, hogyan néznek ki a valóságban. És az volt a szuper, hogy egy hatalmas modellt is építettünk hozzá, makettet, ami azért ritka, a többi projekt nálunk nem érdemel, a többi pályázat nem érdemelt meg ekkora maketteket, vagy ilyen, ennyi munkát. Később a kivitelezésre álltam át az irodában, ugyanis ott többen is kiestek, terhesség mi egymás miatt, és amikor érkeztem az irodába, akkor amúgy is több pályázatot megnyertünk, és egy kicsit leálltunk azokkal. Úgyhogy ezzel a három házon dolgozok jelen pillanatban is. Az első épület újépítésű teljesen, a második két szint ráépítéssel egészítjük ki, a harmadikat pedig egy kisebb raktárépülethez építünk egy nagyobb lakóépületet. Mindegyik lakóépület a földszinten irodákkal, egyéb közfunkciókkal. Ez a helyszín, itt láthatjátok a középső házat, a szientológiai templomot, mellette egy autó műhelyet, illetve itt az a két épület, amelyik majd lebontásra kerül. Sokat ugrottam. Az iroda idén először próbálkozott meg azzal, hogy nem a szokásos módon engedélyezési terv, kiviteli terv, stb. Áll be a sorba és építjük fel a projektjeinket, hanem egy kicsit előrébb megyünk, kiviteli terv szintre majd, hogy nem kiírás szintre, és abból egyszerűsítünk le az Archicadben különböző grafikai felírásokkal, és adjuk be az engedélyezési tervet, hogy ne érjenek később meglepetések minket. Hogy ez később be fog-e válni, és nem jelent-e majd többletmunkát, az majd egy pár projekt, befejezett projekt után fog kiderülni. De egyelőre elég sikeres módszernek tűnik. És a jelenlegi állás szerint ez a három épület karakterében így fognak kinézni. Több izgalmas képet egyelőre nem tudok mutatni, mert nem készültek még látványtervek, ez direkt megbízás volt. Egyébként szinte mindegyik projekt az irodában pályázatokból megy tovább. Ez egy direkt megbízás volt, és ezek az első vizuális jelei az épületeknek, a többi mind alaprajz és metszet, azok annyira talán nem fotogének. Ennyit szerettem volna mondani, innen folytatom majd én is tovább januárban. Köszönöm szépen. Sziasztok, Mendoki Réka vagyok. Én 2017-ben diplomáztam a Műegyetemen, és 2018. októberében kerültem ki Angliába egy PhD programra. A többi előadóhoz képest én egy picit kevesebb projektről fogok beszélni, tudnék pontosan egyről, a PhD kutatásomról, illetve arról, hogy hogyan kerültem ki Angliába. Már az egyetemi évek alatt közelebb kerültem a kutatáshoz, először Domokos Gáborral vizsgáltuk kavicsok stabilitás vesztésének a lehetőségeit, illetve 2015-ben a Szilárdságtan és Tartószerkezeti Tanszéken az Építész Klubbal közösen részt vettünk a megfagyott modern kiállítás szervezésében. Ez utána két fő projekthez is vezetett. Az egyik a diplomám, ahol eldöntöttem, hogy én már pedig egy héjszerkezetet fogok tervezni,
Ez sajnos nem jött össze, de olyan szinten megmaradt, hogy egy parametrikusan tervezett és szerkezetileg optimalizált harcsázó étterem lett végül a diplomámnak a témája, ahol a parametrikus szerkezet tervezés arra volt használva, hogy a lehető legtöbbféleképpen adaptálható és helyszínhez igazítható szerkezetet hozhassunk létre. A másik kifutása a megfagyott modern kiállításnak egy cikk volt, amit az ISS nemzetközi konferencián publikáltunk 2017. októberében, Gáspár Orsolyával és Sajtos Istvánnal közösen. Ez volt az a pont, amikor először megkérdezték tőlem Cambridge-i PhD hallgatók, hogy vajon nem akarnék-e én is PhD-t kezdeni. És mivel akkor éppen a munkahelyemen nem volt olyan munka, ami oda kötött volna, azt mondtam, hogy miért is ne, megpróbálom. Aztán persze a munkahelyen, ahogy lenni szokott, bejött a jó munka, és a kontinentál vékony vasbeton lépcsője az már marasztalóan hatott. De közben azért a nyelvvizsgákat megpróbáltam letenni, és mivel sikerült mindent összeszedni 2018. októberére, el is kezdtem az első évet kint. Ez főleg ilyen kutatást előkészítő kurzusokból és épületbejárásokból állt. Főleg kutatásmódszertan tanultunk, illetve itt ismerkedtem meg a Langorork nevű kivitelező céggel, akik gyakorlatilag az egyik legnagyobbak Angliában. Az egyik kis projekt kapcsán, amit a kurzuson kellett csinálni, ahol vékony vasbeton héj alaptesteket vizsgáltunk. A képek az ő előre gyártó üzemükben készültek, az egyik épület bejárásra. És persze nagyon érdekesek voltak a vasbeton elemek, amiket a londoni metróhoz terveztek. De ennél még érdekesebb volt az a pár prototípus ház, amit felépítettek, és gyakorlatilag csak és kizárólag előre gyártott elemekből kvázi paneles struktúrával készültek. Ezen a bejáráson hangzott el az is, ami később nagyon meghatározó lett, hogy ez a nagy kivitelező cég 2019-ben tervezte elkezdeni az ő első házgyáruknak az alapozását. Ez azért úgy szíven ütött, tehát hogy a 60-as évek után elkezd egy nagy kivitelező cég házgyárakat tervezni. Ez az iparnak egy olyan változását jelzi előre, amire szerintem építészként érdemes reagálni. Úgyhogy amikor az diplomatémámat választottam kint az első év után, akkor úgy döntöttem, hogy ezekkel a tipizált házakkal és az egyedi, de egységesített kérdéskörével szeretnék foglalkozni. Ezt akkor egy angol városka, Camburnek a városépítészeti vonatkozásain keresztül vizsgáltam, és végül is ebből nőtte ki magát a Susosta projekt, ami a Sustainability of Standardization, angol rövidítése, magyarul fenntartható standardizálás. Ez az én PhD programom, vagy projektem, amiről kicsit részletesebben is szeretnék beszélni. Tehát, hogyha egy mondatban kéne megfogalmazni, hogy mivel is foglalkozom, vagy mit is szeretnék elérni, meg szeretnénk határozni a lakóépületek tömeggyártásának társadalmi határait. Tehát, hogy egy picit másképp fogalmazzuk, az a kérdés, hogy hogyan lehetne sorozatgyártani lakóházakat úgy, hogy eszközben ne veszélyeztesse a benne lakó embereknek a boldogságát, és időtálló és értékálló megoldások születhessenek. Nyilván megfogalmaztunk ennél specifikusabb kutatási célokat is. Például megpróbáljuk meghatározni azt, hogy ezeket a tömeggyártón standardizált, potenciálisan személyre szabható megoldásokat hogyan lehetne a leghatékonyabban beleilleszteni a tervezési és a kivitelezési folyamatokba. Megpróbáljuk megérteni azt, hogy az épülethasználóknak mik a valós igényei az egyediséget illetően, illetve adatalapú döntési tanácsokat adni építészeknek és gyakorló szakmabelieknek arról, hogy hogyan érdemes ilyen típusú házakat tervezni. Valamint megpróbáljuk elérni azt, hogy megvizsgálni azt, hogy hogyan lehetne gépi tanulásos algoritmusok segítségével ezeket a standardizált, de személyre szabható épületeket olyanná tenni, hogy a lakók beleszólhassanak a tervezési folyamatba, sokkal aktívabban, mint ahogy ezt ma tehetik. Miért érdekes ez ma? Azt szerintem mindenki látja, hogy a kivitelezési szektor átalakulóban van. Ennek nagyon sok oka van. Egyfelől vannak a globális kihívások, mint például a klíma, válság, ami mind a klímamigráción keresztül, mind a fenntarthatósági célokon keresztül érdemben befolyásolja az európai helyzetet. Külön cél az, például a mi kutatócsoportunkban is, hogy olyan
technikákkal, technológiákkal dolgozunk ki, ami segít csökkenteni a beépített karbon mennyiségét, és ezáltal anyagtakarékosabb és jobb szerkezeteket létrehozni. Nyilván ezen felül az extrém urbanizáció főleg a fejlődő országokat érinti, illetve a bevándorlás mindenhol jelen van. Ezen felül vannak persze lokális kihívások is, amik főleg a fejlett országokban jellemzőek, mint például Angliában, de Magyarországon is egyre erősebb a lakásválság, ugyanemellett nő a szakképzett munkaerőhiány, és nagyon fontos szempontként a globális vagy ilyen piaci mutatók közül az iparágunk termelékenysége messze elmarad más iparágakéhoz képest. Tehát érdemes lenne olyan technikákat bevezetni, amikkel sokkal hatékonyabban, olcsón, jó minőségű lakásokat lehet előállítani a tömegek számára, mégpedig úgy, hogy ez értékálló és fenntartható legyen. Ehhez egy csomó elérhető technológia van ma már a piacon, ami a 60-as években például nem állt a rendelkezésre. Ilyen például a parametrikus tervezői eszközök, maga a BIM, a különböző új gyártás technológiák, ideértve mondjuk a 3D nyomtatásnak a lehetőségét, a drón technológiát, a robotikát, illetve a gépi tanulásos módszerek, amik már egy csomó más iparágban szignifikánsan megváltoztatták a trendeket. Ha két képpel kéne meg bemutatnom arról, miről szól ez a kutatás, az egyik ez lenne a Tesla gyár Kaliforniában, ami azt mutatja be, hogy tökéletesen automatizált körülmények között, emberi hozzányúlás nélkül gyakorlatilag bármit le lehet ma már gyártani. A kérdés az, hogy nem, ez lesz a végeredmény. Ez a török példa, a Burj Al Babas, ahol gyakorlatilag bármi nemű koordináció nélkül építették az egyforma kastélyokat le. Persze vannak ennél sokkal kevésbé abszurd példák. A 60-as évek panelei csak úgy, mint a jelenleg is épülő egyiptomi panelek, milliók számára nyújtanak lakhelyet, ugyanakkor az idők próbáját ezek a megoldások nem feltétlenül állták ki. Kérdés az, hogy mit tanultunk a múltból, mi az, amit ma tudunk ehhez hozzátenni, hogy a megoldások hosszú távon is élhetőek legyenek. Hogyan? Ebben a fél évben eddig az irodalomkutatással sikerült foglalkozni, megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy a legfrissebb kutatási eredmények mind antropológiai, mind társadalom, tudományi, mind építészeti szempontból hogyan kezelik a standardizálással kapcsolatos kérdéseket. Próbáltam olyan példákat is gyűjteni, akár a lakókocsik, a menekült sátrak, de az autó, illetve a számítógépipar területéről, amik útmutatót adhatnak ahhoz, hogy hogyan lehetne ezt a standardizálást és személyre szabást bevezetni a lakóépületgyártás területén is. 5 online felmérés lesz majd a következő év során. Ezek gyakorlatilag az emberek szubjektív igényeit próbálják majd felmérni azzal kapcsolatban, hogy mi az elvárt egyediség, milyen mind a saját lakásuk, mind akár az utcaképek tekintetében. Lesz egy ennél kicsit szakmaibb térszintaxis gráfvizsgálat, szakmai, mint építészem, a gráfvizsgálat is, ahol megpróbáljuk meghatározni azt, hogy mennyi a minimális alaprajz mennyiség, ami szükséges lehet ahhoz, hogy az emberek számára elfogadható és szerethető megoldást nyújthassunk standardizált körülmények között is. Illetve amikor ez mind elkészül, közös workshopok és interjúk segítségével megpróbáljuk majd validálni mind a participatív tervezési módszertan, amit kifejlesztünk, mint pedig egy olyan mintaépületcsaládot, ami ennek eredményeképpen létrejön. Szóval, mi ennek az egésznek az értelme? Egyrészt szerintem ez egy olyan tudás, ami mind a laikusok, mind a szakmagyakorlók számára baromi érdekes tud lenni. Másfelől segíthet a jogszabályalkotásban, hiszen a házgyárak már épülnek, előbb-utóbb a társadalomnak reagálnia kell erre. A kormányoknak szükségük van olyan útmutatókra, amik meg tudják mondani nekik, hogy hogyan érdemes ezeket a házakat és épületeket kezelni. A kutatás segíthet ebben is. Illetve megpróbálunk egy olyan új módszertant lefektetni, ami nagyobb szabadságot ad az egyszerű emberek számára is abban, hogy a régi korokhoz hasonlóan saját maguk számára találják ki a lakóhelyüket, ahol ők szeretnének élni. És mindezt olcsón és fenntarthatóan. Köszönöm. Próbált. Oké.
Sziasztok, én Váthi Gergő vagyok, szintén Zürichből, építész. Első körben arról, hogy hogyan kerültem Zürichbe, milyen úton érkeztem én Svájcba. Először 2013-ban jártam ott, amikor gyakornokként mentem ki egy évre. Nem volt akkor jó helyzet itthon. Jött az esély, és kimentünk dolgozni egy évig. Arra jó volt az év, hogy nagyjából belássunk abba, hogy mi az, amit kint magyarként, építészként ott el lehet érni, milyen pozíciót lehet nagyjából megcélozni, és kialakult egy olyan kapcsolatrendszer, ami a visszatéréshez egy alapot szolgáltatott. Utána Lisszabonban jártam, egy fél évig kint tanultam Erasmusszal, majd a diploma után még Dániában is megfordultam, közel egy évig voltam gyakornok, vagy nevezzük junior architektnek. 16-ban diplomáztunk Karácsony Tamásnál, Norbival egy napon, ahogy említette, majd 10 hónapra, közel egy évre Dortem Andrus stúdiójába kerültem, Kopenhágába. Jellemzően pályázatokon dolgoztunk, ilyen és ehhez hasonló léptékű projekteken. Nem mondom, hogy ezek a legszebb házak, amiket csináltam, de a lépték, meg a tapasztalat, amit gyűjtöttem kint, az mindenképp érdekes egy időszak volt, az a 10 hónap. És a pályázatok mellett azért beláttunk azokba a karakteres projektekbe is, amik akkor készültek. Azt tudni kell, hogy az volt az időszak, amikor Dorte stúdiója 30 főről 50-60-70 fő fölé nőtt. Sorban nyertük a pályázatokat, és most már azt gondolom, hogy úgy mindenki ismeri a nevét, aki nem járt Cságóli tanár úr előadásra akkor is. Nagyon sokat modelleztünk, jellemzően 5-6 fős tímekben dolgoztunk, nagy léptékű pályázatokon. Ami nekem még Dániában nagyon furcsa volt, az a workflow-nak az ilyen teljesen széteső jellege, amíg a skictől a layoutig elért a terv 6-7 programban fordult meg az anyag, és ez így Archicadhez szokva nekem nagyon, nagyon idő pazarlásnak tűnt. Persze a végeredmény mindig szép volt, de mi Archicaddel szerintem ezt effektívebben visszük végig. Ez a Juleøl, a dánok karácsonyi söre. Ezt azért hozom, mert Dániában nem csak családi, hanem irodai szinten is, és barátok szintjén meg feltétlenül az együtt eltöltött minőségi idő az mindennél fontosabb. Mi sem jelzi jobban, hogy Dániában pénteken 2-kor, 3-kor gyakorlatilag az egész iroda együtt sörözik az irodában. Nincs leadás stressz, valamiért hétvégén sem dolgozunk. Ez Svájcból nem elképzelhetetlen nekünk, de mégis megépülnek a házak. És ami még ezt az együtt töltött szép időket szimbolizálja, ez a Dorte karaván, amit D betűvel jelzünk, és mindenhova követett minket, ahova az iroda együtt ment. Ez például Dortének a nyári lakjában van a tenger mellett, vagy a Roskilde Fesztiválon, ahol egy közös délután után együtt ittunk, ettünk, majd közösen bulisszunk. Nagyon szép 10 hónap volt, mégis egyértelmű volt számomra, hogy vissza fogok térni Svájcba. Ennek személyes okok mellett egészen egyszerű indokai is voltak, mint az időjárás, vagy a dán nyelv ismeretének hiánya. Valamint, ami szerintem nekünk még úgy releváns, hogy magyarként, a magyar oktatási rendszerből kikerülve egy dán helyett egy német vagy svájci közegben sokkal könnyebben megtaláljuk a pozíciónkat, szóval sokkal hamarabb jutunk előre. Mert nagyjából hasonlóan néz ki az építész feladatkör, mint amit mi itt Magyarországon megszoktunk. Dániában ez egy sokkal művészibb, sokkal valamilyen szinten felszínesebb, szabadabb, nevezzük így. De az tény, hogy mondjuk 50-es vagy 100-os lépték fölé az építés szinte sosem ment, a részletekig sosem jutottunk el kint. És ez nekem hiányzott BMS hallgatóként. Szóval visszatértem Svájcba, a Burkhardt & Sumi irodába. Marian Burkhardt és Christian Sumi, a két főnök. Egyébként már gyakornok is voltam előtte, tehát tudtam, hogy mit kapok.
Az iroda a 90-es években vált elismerté. Ők azok, akik gyakorlatilag újra felfedezték a fa építészetben rejlő szépségeket, és egy ilyen, szerintem egy kifinomult fa építészetet kezdtek el művelni, és ezzel elég hamar elismerté váltak a szakmában. Majd most mutatok még pár képet kisebb projektekről, amik úgy nagyjából jelzik az irodának a stílusát, hogy miken dolgozunk. Nem fogom őket részletesen ismerteni, de egy benyomást kaptok róla, hogy nagyjából mi az iroda stílusa és hangulata. Szóval a kezdeti kisebb projektek után jöttek a nagyobb hotel, illetve lakóprojektek, ipari épületek is, villák, társasházak, kisebb, illetve nagyobb lakóegyüttesek Zürichben, belvárosban, Zürich környékén. Aztán nagyjából 4-5 éve volt egy fordulat az iroda életében, amivel mi hittünk és csináltunk, hirtelen divat lett, a faépítészet trend lett Svájcban, és ma már gyakorlatilag kötelező fával építeni, hanem is kötelező, szinte mindenki igyekszik valamilyen faszerkezeti, vagy legalábbis növelni a beépített fa arányát az épületekbe. Ez nekünk Kapóra jött, és ahogy a Norbi is beszélt, ez a Laubengang, ez a kerengő tipológia nálunk is megtalálta a helyét, és egyre több ilyen házat építünk. De a faépítészet mellett mindig is voltak olyan projektjeink, amik régi épületeket hasznosítottak újra, vagy értelmeztek át egy kortárs formában aránylag merész anyag és színhasználat mellett. És ezek a biztos lakóprojektek mindig biztosították azt az anyagi és szellemi hátteret az irodában, amik kutatásokhoz, illetve tanulmányokhoz vezettek. Ezeket elsősorban Krisztián vitte a cégnél. 2 év ott voltunk a Biennálén is, ahol Waxman Grapevine structure-jét építettük meg egy ilyen high-tech faszerkezetben, amiből később könyv is lett, több korábbi kutatáshoz hasonlóan ebből is könyvet írt, és most már 4 vagy 5 aránylag vastag, komoly publikációval bír az iroda. Ez egy gipsz modell, amit azért hozok, mert szerintem ez szimbolizálja legjobban a svájci pályázati rendszernek a kerekségét. Én pályázatokon dolgozom, és azt tudom mondani, hogy a pályázatok mindig nagyon-nagyon jól le vannak készítve kint. Minden iroda kap egy ilyen 50x50, 60x60-as gipszből öntött fehér modellt, ami a leadásnál egy tökéletes összemérhetőséget biztosít. Nem látszik, hogy egy kicsi vagy egy 100 fős iroda adta le az anyagot, csak a minőség számít. Mióta kint vagyok, 4-5 pályázatot csináltam. Nem szeretném őket részesen bemutatni, annyit mondanék róluk, hogy nagy projektek voltak, mindegyik más volt funkcionálisan, és közös bennük, hogy igyekszünk a fát, ami az irodának a fókuszában van használni, és mindig valami innovatív módon. Ez például egy nagy lakóépület volt, a hátsó épület az komplett erre gyártott faszerkezet, és egy ipari csarnokot pedig loft lakásokkal értelmeztünk újra. Ez pedig a legutóbbi munkám, egy mozdonygyártó csarnokot laktunk be gyakorlatilag irodákkal, piaccal és hotellel. Tehát a meglévő épületállomány újrahasznosítása és átértelmezése ott is téma. Előjáróban ennyit, és a továbbiakban pedig majd a kérdések folyamán. Köszönöm szépen. Köszönjük. Engem az érdekel leginkább, vagyis hát nem tervezetten, de 3 BM-ért sikerült meghívnunk ide az előadásra, és
Arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit hoztatok az egyetemről. Mondtad ugye például, hogy Koppenhágában egészen csak az 50-100-ig jutottatok el, és hogy ez téged mennyire zavart például. De ugyanakkor most pont azt mondod, hogy pályázaton veszel részt folyamatosan, hogy akkor mondjuk pont nem, mint a, tehát nem jutsz el a részletekig, mint mondjuk te, aki már a kivitelezésben dolgozol, vagy mondjuk Réka például, te hogy jutottál el, ugye mondtad, hogy egy konferencia során találkoztál Cambridge-i PhD-s hallgatókkal, de hogy te meg itt például az egyetemen, ha jól vettem észre, egy tök más egyetemi karrieren vettél részt, tök sokat kutottál, szerintem más hallgatókhoz képest sokkal többet, szóval, hogy ti mit hoztatok, mi az, ami tehát, hogy ti mennyire vagytok előnyben más külföldi dolgozókhoz képest, mondjuk előnyök, hátrányok, bárki kezdhet igazából. Jó. Nekem nyelvi előnyöm volt elsősorban Svájcban, német kapcsán azt elég régóta tanultam, és ismerem, gyakran meglepődnek, hogy mondom, hogy sok magyar tanul németet idegen nyelvként. Ez biztos, hogy nagyon jó Dániával szemben, mondjuk. A másik az, hogy Arhiketben dolgoznak, nagyon sok irodában. Mi pedig elég jól dolgozunk Arhiketben, és kockaházakat építenek, amit itthon szintén az egyetemen elég jellemző, hogy nem nagyon rugaszkodunk. Szóval el. A kör az egy új vonal nálunk is az irodában, azóta mindenhol megjelenik, minden épületen. Ez most a főnöknek az új agymenése. De itt is látszik, hogy egy viszonylag racionális rendszert akarunk utána alaprajzilag felépíteni. A kör is egy elég szabályos dolog, úgyhogy tényleg a szabályok, meg a szabálykövetés, meg a rendszerben gondolkodás, ez szerintem, ez nekem nagyon sokat segít, hogy a svájciak is így gondolkodnak, és nem szabadon formálnak mondjuk épületeket, vagy nem szabadon formált épületekben utaznak elsősorban. De a nyelv meg az Arhiked az biztos, hogy ilyenek. És a nyelvet azt itthon tanultad, vagy akkor még korábban egyetem alatt? Azt itthon, nekem az volt az első idegen nyelvem, de szerintem mások is még általános iskolától hozták folyamatosan. Hát Angliában a nyelvvel nem mentünk annyira nagyon nagyon sokra, úgyhogy mindenkinek, vagy hát a fele tankörnek az anyanyelve volt az angol, így azért nekem meg kellett ezzel küzdeni. Ami érdekes volt, hogy én egy főként építőmérnökökből álló közegbe csöppentem ott be, és azt mondani, hogy én kicsit féltem attól, hogy vajon építész tudással mennyire fogom ott megállni a helyemet, és abszolút az derült ki, hogy nagyon más, amit mi tanulunk, nagyon másképp állunk építészként, és BMI-s építészként hozzá a problémákhoz, de a végén igazából mindig kb. Ugyanoda jutott el a csapatnak mindegyik része, és én is. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas tanulság volt. Én a BME-től elég sokat kaptam, de főleg az ilyen tanulmányon kívüli extra dolgokon keresztül, mint amilyen a TDK volt, mint amilyen az építészklub volt. Hogyha mindezt nem csinálom, akkor szerintem a BME-s tanulmányaim az nem adtak volna annyit, mint amennyit így ki tudtam vinni külföldre. Én azt gondolom, hogy Svájcban a magyar és a BME-sek nevében tudok nyilatkozni. Építészek elég jól megállják a helyüket, szerintem a mi képzésünk nagyjából lefedi az ETH képzését, csak egy valószínűleg egy kicsit máshol vannak a hangsúlyok, valószínűleg kicsit kevesebb az elmélet, de amilyen visszajelzéseket mi kapunk, csomóponti vagy szerkezeti szinten szerintem teljesen megálljuk a helyünket mi magyarokként. A kérdésed pedig egyébként teljesen jogos, de pont rámutat a lényegre, mert Dániában egy ilyen leadás úgy nézett ki, hogy A3-as brosúrákat adtunk le, 200-ban vagy 500-ban. Mármint a pályázati leadás. Egy pályázati leadás, igen. Még Svájcban egy pályázat legalább 20-as, de van, hogy 10-es metszeteket is kér, ami rengeteg munka. Ezt a svájciak sem érzik sokszor, hogy miért, de úgymond megkapom a szerkezetiséget, amit hiányoltam Dániában. Lehetne több, de
legalább értem és meggondoljuk azt, hogy amit lerajzolunk, az hogy fog megépülni, ha esetleg megépül. Nekem még csak annyi lenne, hogy láttam tök szép maketteket, és hogy mondjuk az itthoni képzésben a makettezés, meg mondjuk az építészkörökben egy kicsit így háttérbe kerülnek, és sokszor elmennek ezek a szép szagos vizualizációk felé, és hogy amikor én például Németországban voltam, akkor ugye az egyetemen is, meg a munkám során is a makett, meg a modellek azok ilyen nagyon előtérbe kerültek, hogy nálatok ez így mennyire segíti a munkátokat, vagy mondjuk Cambridge-en te egy kutatási feladattal foglalkozol, hogy te mondtad, hogy téranalízissel is foglalkoztok, hogy ott mennyire jön elő ez az analóg metód vagy módszer? Nálunk ez abszolút jellemző, szerintem Norbieknál is, hogy mindent megmakettezünk, általában 50-ig vagy 20-ig, és jön rá a színes papír is, amit sokat vitatunk, hogy ez kell-e. Mi itt a BM-en azt gondoltuk, hogy ez a térről szól, meg az arányokról, de én egyébként egyet tudok vele érteni, hogy egy 50-es makett vagy egy 20-as makett, a térhez szerintem a szín, az anyag ugyanúgy hozzátartozik, tehát egy balzafa, vagy egy mi színezünk, a Burkhardt és Szumi nagyon színez, tehát nekünk nagyon nem mindegy, hogy kék lesz, vagy piros a fal. Szóval mi kipróbálunk mindent, és a szép maketnek pedig valószínűleg az infrastruktúra a kulcsa, tehát Dániában lézervágó, 3D nyomtató egyértelműen van minden ilyen komoly cégnél, és egyébként Svájcban is egyre inkább. Szerintem ezt irodai szinten, meg ilyen munkaerőköltségek, mert amik mondjuk Svájcban vannak, csak így lehet csinálni. Hát nálunk a szabadkézi makettezés ez nem volt igazán domináns, sőt egyáltalán nem kellett. Viszont ami érdekes volt, hogy a szabadkézi rajzot nagyon igényli mindenki. Tehát amióta kimentem és megtudták, hogy nekünk 9 fél évnyi szabadkézi rajzunk volt. Én minden egyes közegben szabadkézi rajz workshopokat tartok embereknek, mert azt mondják, hogy ez abszolút hiányzik az ő oktatásukból, és nagyon-nagyon azt éreznék, hogy szükség lenne rá, hogy kicsit jobban skicceljenek. Úgyhogy ha makettezés nem is, de skicc az van. Igen, mi sokat skiccelünk, meg makettezünk. Tényleg a makettezésnél, ami nagyon szembetűnő, az a kis tömegmodellek. Az, amit a Gergő mutatott a gipszmodellbe, nagyon sok próba kerül be. Azt mindig makettezzük habvágóval, de egyébként a későbbiek, tehát mi is a színes papírra nyomtatjuk ki a csempét, a nem tudom milyen színű falakat, és azok kerülnek rá a modellekre, de nálunk egyre inkább előjön az, hogy gyorsan egy archikedes rendert lenyomunk a belső térről, mert rövidebb idő, amúgy is megvan a 3D-s modell, rögtön föl tudok vázolni 3-15 verziót. Jó az, a munkamodellnek nagyon jó, jó mind a kettő. Attól függ, hogy mihez ért jobban az iroda, vagy mennyi gyakornokot foglalkoztat. Ha nálunk nincs gyakornok, akkor az építész nyom inkább egy gyors rendert, és azok kerülnek fel a tablóra. És mennyire volt nehéz bekerülni ezekbe az irodákba, akár Zürichben, vagy az egyetemre, Cambridgebe, hogy milyen akadályok voltak, vagy hogy nézett ki ott is, gondolom portfóliót kellett küldenetek, meg mondtátok, hogy valaki már ismerte, oda ment vissza, de hogy mennyire van ott új jelentkezés, vagy... Legtöbb helyen azt hiszem a német az alapelvárás, hogy folyékonyan tudj németül. Nagyon ritka az, ahol angolul alkalmaznak, illetve franciául a francia nyelvterületeken, ugye. A portfólió az ugyanúgy néz ki, mint nálunk, talán egy kicsit rövidebb az elvárás, és én is voltam kint gyakornokként korábban egy évet, és ezek mind-mind hozzá segítenek ahhoz. Azért a legtöbb kiírás, pályázat, vagy a munka kiírás az 2-3 éves svájci tapasztalatot ír elő, vagy valamennyi svájci tapasztalatot ír elő, de azért másképp, egy picit másképp működnek a rendszerek, és ennek nyilván örülnek, hogyha már birtokában vagyunk. Azt gondolom, azért ettől függetlenül egy kezdőépítész, ha ezekkel nem rendelkezik, akkor is szépen lassan fel tudja küzdeni magát. Sőt, olyan is van, amikor
adnak 5-6 hónapot, hogy valaki eljusson egy bizonyos német nyelvtudási szintre, és akkor meg is tartják az irodában magasabb fizetéssel. Hát nálunk a jelentkezési folyamat az nagyon kompetitív volt. Szóval nem tudom a pontos statisztikát az én programomra, de azt tudom, hogy a mérnök karon 7-szeres túljelentkezés volt azokra a pozíciókra, amire jelentkezni lehetett. És ezen kívül nálunk nagyon nagy verseny megy a különböző ösztöndíjakért, hogy nem magadnak fizesd a kinti életet, hanem elnyerj valami olyan támogatást, amivel kint is fent tudod tartani magad. Ott igazából ez a kulcs, hogy ezt sikerül elérni. De ahhoz, hogy az embert fölvegyék, össze kell gyűjteni 3 ajánlást, motivációs levelet. Nekünk is volt olyan PhD jelentkezésem, én is jelentkeztem Zürichbe, oda nem vettek fel, de oda például online portfóliót is kértek. Szóval igazából minden, amit el tudtok képzelni, az kell. Ráadásul a nyelvvizsga követelmények itt nagyon-nagyon magasak. Tehát abszolút olyan szintet várnak el, amit itthon kb. Szinte nem is várnak el sehol. És nem tudom, hogy ismeritek-e, de vannak ezek a 2 éves nyelvvizsgák, amik elévülnek 2 év után, tehát mindenképpen olyat kell tenni. Az, hogyha egyszer valaha tudtál egy bizonyos szinten, az nem elég. Úgyhogy szerintem ez egy nagy kihívás azoknak, akik kint PhD képzésben gondolkodnak. Én azt megkérdezhetem tőled, hogy neked akkor elég volt egy C1-es felsőfokú, vagy nem. C2-es kellett is, vagy IELTS-et tettél le? IELTS-et kellett tenni, és nagyjából így C1 fölött, C2 alatt egy kicsivel volt meghúzva a határ. És akkor a Cambridge-es C1, C2-es nyelvvizsgát azt nem fogadják el, csak az... A Cambridge-i nyelvvizsgát azt elfogadják, meg az IELTS-et és a TOEFL. Ezekre van külön pontszám. De ami érdekes volt, hogy nekem olyan követelményt írtak elő, hogy minden egyes részéből a nyelvvizsgának el kellett érni egy minimum pontszámot. Tehát hiába volt meg nekem az átlag pontszámom már az első nekifutásra, hogyha az írásom 6,5 volt és nem 7, akkor addig kellett próbálkozni, amíg az 7 nem lesz. Hiába volt az, hogy a többi részében már messze túl teljesítettem a követelményeket. Ez egy kihívás. És te ösztöndíjjal vagy kint akkor igen, most, igen? Igen, ösztöndíjjal vagyok kint. 2022-ig van pénz, úgyhogy addig kutatható. Én úgy érzem, hogy Svájcban az irodába való bekerülés kulcsa az a német nyelv és az archiked. De most szerintem a magyaroknak már van kint egy olyan híre, hogy tudják, hogy mi archikedből császárok vagyunk. És szerintem, hogyha beszélünk németül, akkor szinte biztos, hogy felvesznek. Dániában az érzésem az volt, hogy időzítés kérdése. Ha pont jókor írsz, akkor pont interjúzni fogsz, és valószínűleg fel is vesznek. A Svájcban is így van, de az archiked és a német nyelv az számít, illetve nem nagyon tudok senkit, aki gyakornok fél év nélkül azonnal építészként kezdettként. Egy fél év, egy évet még lehet, hogy diploma után is sokszor be kell áldozni, hogy építész lehess. Egy ilyen Arbeitszeugnis, egy ilyen munkabizonyítvány, amit rólad kiállít egy cég, az egy kinti cég, az mindent megér. És most a munkátok során a német nyelvterülettel van-e problémátok? Szóval nyilván ti már kint dolgoztok egy ideje, de mondjuk az elején, amikor jogszabályokkal találkoztatok, szóval a magyar jogszabályok is eléggé húzósak, de hogy ilyenkor nyitottak segíteni nektek, vagy ezzel hogy birkóztok meg, vagy mondjuk Réka, te az angolal azért egy kutatás, azért az még azt mondanám, hogy mondhatni, hogy még komolyabb, mint egy mindennapi építész szakma, mert mint hogy azt úgy valahogy úgy felszedi, de hogy te minden nap lényegében új dolgok, mert nyilván építészként is mindig új dolgokkal találkozol, de talán te még többel. Segítenek a főnökök mindenképpen. Persze ez attól is függ, hogy milyen a közeg. Például Norbi egy olyan irodában dolgozik, ahol kb. Mindenki svájci. Én egy olyan irodában, ahol nagyon nemzetközi a csapat, és szerintem ott hozzá vannak szokva, hogy ezeket a hivatalos okirati dolgokat, jogszabályokat ők megnézik nekünk, és hogyha nem értjük, akkor elmagyarázzák. Értem, még ami kint Zürichben egy külön kérdés, az a svájci német. Hogy azt hiszed, hogy tudsz németül, de amikor valakit felkérni telefonon kint, és egy hivatalnokkal beszélsz, akkor az egy nagyon erős hidegzuhany tud lenni, hogy hoppá, lehet, hogy mégsem. Igen, nekem is ez volt a benyomásom, hogy amíg
írásban kell boldogulni, de igazából nincsen gond, ha az ember nem tud valamit, megnézi, ma már a fordító programok nagyon-nagyon jól működnek, nálunk is az egyetemen van egy csomó lehetőség, nyelvi kurzus, fogadóra, tehát lehet találni segítséget. A problémák a telefonhívásoknál kezdődnek, amikor érteni kéne, hogy pontosan mire gondol a másik, le kell küzdeni a kulturális különbségeket, le kell küzdeni a nyelvi különbségeket, ez igazából az érdekes. Az olvasás, az szerintem azon át lehet rágni magát az embernek. Igen, a jogszabályoknál az a tapasztalatom, hogy mivel én több időt töltök egy-egy mondat fölött, lehet, hogy sokkal jobban látjön, hogy mit gondolnak. És nálunk is most adott egy probléma az egyik, pont azon a projekten, amin dolgozom. Egy méterrel elnéztük az épület magasságot, mert rosszul, vagy nem úgy értelmeztük, ahogy a hatóságok értelmezték a jogszabályt, úgyhogy ez nekik is probléma. Nem csak nekünk az idegen nyelv miatt a telefonban, meg hogyha rájönnek, hogy külföldi vagyok, vagy megkérem őket, akkor szívesen beszélnek, és kedvesen beszélnek veled hochdeutschul is. És lényegében az is érdekel, hogy így a mindennapokban titeket, mint magyarokat, mondjuk egy svájci Németországban, hogy anyagilag hogy hátrányba ért, tehát hogy van hátráltatás, vagy érzitek, vagy mondjuk anyagilag látszik ez, hogy kevesebbet kerestek, mint kelet-európai magyarok, vagy már főleg az, hogy már voltatok kint egy évet gyakornoki munkával, vagy mondjuk te azt mondtad, hogy nemzetközi csapatban dolgozol, szóval ott gondolom megszokott, vagy ez így nálatok mennyire publikus, vagy nem publikus, vagy ez így hogy van? Az irodában nem nagyon szoktunk erről beszélgetni, ki mennyit keres, de nagyjából tudjuk. Szerintem hasonlóan keresünk, és meg tudom érteni, hogyha egy kicsit kevesebbet. Nyilván egy ETH-s hallgató teljesen otthon mozog a környezetében, többi ETH-s hallgatóval, kollégával. Nálunk sokan úgy kerültek be, az én egyik főnököm oktatotta a Bázelhez közeli Mudenci Egyetemen, és ő onnan rántja be a hallgatóit, vagy a dolgozóit sokszor. Nincs kimondottan protekció feléjük, vagy nem érzem annyira, teljesen egyformán kezelnek minket. Nyilván vannak kis taktikázások, hogy jaj, te még nem beszélsz olyan jól németül, neked még nem emelhetünk, vagy még nincs annyi svájci tapasztalatod, mind a kettő valamennyire jogos. Ha úgy érzem, hogy ez nekem is megfelel, akkor szerintem tök jó a viszony. Ez nálunk sem probléma. Cambridge-ben központilag meghatározott ösztöndíjak vannak, sőt szerintem egész Angliában minden PhD hallgató ugyanannyi ösztöndíjat kap, ha kap. Ezen felül lehet pályázni mindenféle extra ösztöndíjakra, hogyha az embernek olyan az anyagi helyzete van rá esély, hogy még olyan ösztöndíj programokba is bekerülhet, ahova egyébként nem. Tehát abszolút nincs ilyen szempontból bármilyen negatív hozadék annak, hogyha az ember Kelet-Európából jön, sőt. És te dolgozol amúgy mellette építészként, vagy te most nem, csak a kutatással? Nem, tehát nálunk olyan szerződés van, hogy maximum heti 10 órában vállalhatnék munkát, de akkor is van egy szabály, ami alapján nem hagyhatom el tanévben a templomnak a nem tudom hány mérföldes körzetét, úgyhogy igazából nehéz lenne úgy munkát vállalni mellette. Én annyival egészítem ki Norbinak a mondandóját, hogy szerintem, hogy addig eljutsz, hogy bekerülsz egy céghez, akkor már ugyanúgy kezelnek. Az a nagy lépcső, hogy bekerülj építészként, de akkor ugyanannyival fogsz kezdeni, mint amennyivel egy svájci kezd. Az, hogy hogyan fejlődsz, az egy másik kérdés. Szerintem itthon is 2-3 év után könnyen lehetsz projektvezető. Svájcban, ha svájci vagy, szerintem nagyjából szintén ez a helyzet, vagy mondjuk 5 év. Ez magyarként lehet, hogy 10 vagy 15, de ennek valószínűleg nyelvi korlátai vannak. Meg irodája válogatja. Nálunk a külföldiek is ugyanúgy bekerülhetnek projektvezetőnek. Ahol gyakornokként dolgoztam, az egy másik iroda volt Zürichben, ott egy spanyol kollega már az üzletvezetőségnek a tagja, és majdnem egy kicsivel idősebb nálam.
ha talpra esett vagy, tényleg teljesítesz, akkor szerintem ugyanolyan esély, hogyha olyan irodában dolgozol, ahol szívesen dolgoznak együtt külföldiekkel, vannak, ahol ezt előnyként élik, meg valahol hátrányként, valahol hasznot húznak belőle, olyat is látni. Ja, irodája válogatja, tényleg. És mennyire tartjátok az itthoni építészekkel a kapcsolatot? Gondolok itt akár ilyen közös pályázásokra, vagy Réka, te mennyire gondolod, hogy majd a kintszerzett tudást hazahozod? Egyikünk se dolgozik munka mellett még, ebbe beleértjük a pályázatokat is. Az itthoniakkal én, vagy mind a ketten tartjuk a kapcsolatot, már azért is, mert a felük kint van, hanem a 80%-a szintén Zürichben, már mint a mi barátainknak. Az itthon maradottakkal is tartjuk interneten így úgy, meg amikor hazajövünk, most biztos a 2 hét alatt mindannyian találkoztunk az itthoni barátokkal. Ja. Én igyekszem hazajönni, úgyhogy alapvetően így állok hozzá, és nekem a kutatás lehetővé teszi azt, sőt, például úgy néz ki, hogy meg is követeli azt, hogy Magyarországon is kapcsolatot próbáljak építeni. Az egyik példához, pont ez a gráfos vizsgálathoz, nem fogok tudni olyan példát szerezni külföldön, ami jó lenne, tehát föl kell vennem itthoni cégekkel a kapcsolatot, ahol tudom, hogy például a lakásoknak az átalakítása, az még benne van a szokásban. Úgyhogy ilyen szempontból én próbálom megtartani a hazai kötődéseket, illetve Cambridge nem egy igazán marasztaló egyetem, tehát nem az van ott kint, hogyha elvégezted, akkor rögtön föl is vesznek a tanári karba, hanem alapvetően mindenki, aki kimegy, az próbál utána másfelé is nézelődni, hogy honnan kaphatna majd állást akadémiai pályán. Úgyhogy én alapvetően tervezek visszajönni, és hogyha szabadidőm engedi, akkor próbálok itthon is építészmunkát is csinálni. Egy kevesen. Szerintem hazajönni mindannyian tervezünk, én is oda szeretnék jönni valamikor, de nem dolgozunk a munka után otthon, már csak azért sem, mert ebben az évben 14 hónapot dolgoztam, szóval nem is lenne rá idő. Mi volt a másik kérdés, ami a kérdés első fele? Hát, hogy mennyire tartjátok az itthoni építészekkel kapcsolatot? Ja, nekem minden barátom Zürichben él. Hogy a szakmailag, vagy tehát, hogy amit kint megszereztetek tudást, például pályázatilag, ugye most mondtátok, hogy nincsen időtök, de hogy néha-néha, vagy követitek, hogy mi folyik itt Magyarországon, vagy akkor már egy másik kérdést is feltennék, hogy nyilván egy szuper Svájcban, meg egy Angliában vagytok, ahol mondjuk hát az építészetnek a nívója, vagy a szintje egy kicsit magasabb, mint mondjuk a Magyarország, és hogy ez egy tök jó, hogy itt kint egy csomó klassz dolgot tanultok, tapasztalatot szereztek, és ezt hogyan tudjátok hazahozni, vagy ezt folyamatosan visszatáplálni, vagy szeretnétek el, mert mondtátok, hogy hazajönnétek. Akkor ilyen szempontból kérdezem. Szerintem tudományos életben ez könnyebb, tehát alapvetően az a szemlélet, amivel kint dolgoznak, az könnyebben hazahozható. Ugyanakkor nyilván az anyagi lehetőség nem feltétlenül adott arra, hogy egy olyan építészlabort, mint ami mondjuk Zürichben van, itthon bárki berendezzen, vagy azokat a tudományos folyóiratokat, amiket épp most mondanak le az egyetemek, azokat magánerő pénzből finanszírozzák. Ugyanakkor csomó nemzetközi pályázat van a kutatók számára az Európai Unión belül, ahonnan forrásokat lehet hazahozni. Nyilván, hogyha az embernek nagyobb tapasztalata van, nagyobb kapcsolati hálója, könnyebben tud olyan tudományos folyóiratokba bekerülni, amik aztán számítanak, jobban benne tud lenni abban a körben, amivel utána képes lehet arra, hogy ilyen forrásokat megpályázzon és esetleg hazahozzon. Tehát én úgy gondolom, hogy befektetés kimenni külföldre, és adott a lehetőség, hogy bizonyos szempontból ilyet hazahozzon, vagy ebből haza tudjon hozni az ember, már hogyha a hazai intézmények erre nyitottak és fogadják külföldre szakadt magyarokat. És nem, igen. Itthon az egész pályázati rendszer, vagy az építőiparnak a működése, az lehet egy kicsit másképp működik, mint odakint. Az elvárások is mások, az építészek felé is, a megrendelők is mást szeretnének, ezért
nem biztos, hogy ugyanazt lehetne itthon folytatni, amit kint, már nem csak azért, mert lézervágó kellene az irodában, hanem kicsit más a hozzáállás. De, milyen hozzáállásra gondolsz? Szerintem az építészeknek kint egy kicsit magasabb tekintélye van az itthonihoz képest. Az a megrendelő részéről is érződik. Sok mindent el lehet vele hitetni, vagy sok mindent megért, amit mondunk neki, hogy miért szeretnénk úgy, vagy miért kellene, hogy úgy legyen. Itthon jobban úgy érzem, hogy ha valamit elvár a megrendelő, akkor annak úgy kell lennie. Ez főleg családi házépítészetben szinte 100% így van. Nincs sok tapasztalatom, de ahonnan ilyeneket hallok, az inkább ez a visszajelzés. Ott kint sokkal jobban a szakmai magyarázatot elfogadják, mondjuk. Vagy több pénz van időre, több időnk van feldolgozni egy pályázatot, sokkal több pályázatot tudunk csinálni, nagyon sok pénzt dobnak ki az ablakon, ha úgy vesszük, nyílt pályázatokon rengeteg pénzt, amiből végül csak egy projekt születik meg, de erre gondolom sok irodának itthon nincs kapacitása gazdaságilag. Szerintem abszolút követjük az itthoni folyamatokat, meg látjuk, hogy milyen pályázatok vannak. Néha beszélünk is, hogy kéne valamit csinálni, de végül soha nem jutunk el odáig. De mondok egy jó példát erre, ami szerintem így átadja, amit a Norbi is mond, hogy persze tervezésmódszertan szintjén nagyon sok mindent haza lehet hozni. A pályázatokat mindig csináltam, mindig egy teljesen új problémakör volt, amit ha egyszer végig rajzolsz, akkor szerintem nagyjából az eszenciát megérted, hogy hogyan csinálsz hotelt, hogyan csinálsz öregek otthonát. Ezt mind haza lehet hozni, de ezt persze itthon is meg lehet tanulni. Ami szerintem nagy különbség, hogy társasháztervezésben, Svájcban minőségi verseny van. Tehát ott a minőség a cél, és az a ház fog megépülni, ami valamilyen pluszt ad. Egy kétszintes belmagasságú étkezőtér, vagy egy nagyobb terasz. Még itthon szerintem középfolyosó van, azok a tipológiák, amiken kint gondolkozunk, és ami kint evidencia, az itthon nincs beruházó, aki szerintem megépíteni. Ez szerintem nehéz. De egyébként ilyen alapsémák szintjén szerintem haza lehet hozni sok mindent. Amúgy ez egy tök érdekes dolog, mert én pont most voltam ősszel Bázelben, és akkor először voltam, másodjára voltam Svájcban, de hogy nyilván hát tök klassz épületek, lakóházak, wow, és hogy én például azt veszem észre itthon, hogy építik a lakóházakat, csak úgy megy, és hogy nagyon sok pénz van. Tehát, hogy nagyon sokat fejlesztenek, és hogy nem teljesen értem, hogy ez a sok pénzbe miért nem fér bele az, hogy minőségi dolgokat, tehát, hogy így, hogy tényleg, szóval, hogy ezt én nem értem, mert amúgy alapvetően például te is kimentél, és hasonló képzést értünk el, de hogy mégis egy ilyen óriási különbséget látok, és hogy nyilván van a profit, meg értem, de hogy mégis valahogy szerintem itthon is lehetne klasszat csinálni. Nyilván a vizuális kultúrának, oktatásának a hiánya vagy a szintje is hozzátesz, hogy nem ott vagyunk, mint mondjuk Svájcban, de hogy én ezt nem teljesen értem, hogy miért van itthon így, ott meg úgy. Szerintem ez nagyon nagyban szabályozás függő, hivatal függő is szerintem. Például erre is van egy példám, csináltunk egy hotelt Szent Moritzban, és a falu népszavazást tartott, mint minden kérdésben, ebben is, abban a feltételben egyeztek meg a beruházóval, hogy akkor csinálhatnak itt hotelt a sílift mellett, hogyha egy 6
renoméval rendelkező építészirodát meghívnak, és egy minőségi tervpályázatot végeznek, ami a legjobb szakmai zsűri alapján kiválasztott terv fog megépülni. Tehát nagyon komoly feltételeket szabnak, szerintem akár még anyagminőség tekintetében is. Magyarországon szerintem, hogyha valaki épít, akkor építeni akar, akkor gyakorlatilag bármit csinál, mert örülünk, hogy hú, végre valaki csinál valamit a kis faluban, vagy a város szélén, vagy nem tudom. Ott pedig annyira értékes a telek, és annyian állnak sorban egy projektért, hogy versenyezni kell, valami plusz kell adni. És szerintem így ez az alapvető különbség. A másik, ami eszembe jut, hogy volt egy beszélgetésem egy angol a tankörtársammal, és kérdeztem, hogy neki milyen az álmai lakása. És ő erre teljesen komolyan azt mondta, hogy egy 35 négyzetméteres garzon, ami az övé. És akkor így néztem, hogy wow, azért ez egy régi meredek mondás volt. De hogyha belegondolunk abba, hogy külföldön javarészt akkora már a lakhatási válság, hogy az emberek nem tulajdonolják ezeket a lakásokat, hanem a többség igazából bérlakásokat próbál szerezni, ez egy bizonyos irányba elmozdítja a minőséget, vagy megváltoztatja legalábbis az ipar és a piacot egy kicsit. Most több minden is eszembe jutott a Gergő előző válaszára reagálva, hogy a nagyobb terasz, vagy az a plusz, amit hozzáadnak sokszor a pályázatokon a lakóépületekhez, az nem plusz pénzt jelent, mert a végén mindegyiknél ugye igazolnod kell, hogy te abba a büdzsébe beférsz, te azt a nagyon sok sémát kell leadni a végén, nagyon sok mindent kell alátámasztani, nagyon pici az a százalék, amivel túlépheted mondjuk az egész építkezésre szánt összeget. Tehát ezek tényleg nagyon, nagyon kitalált dolgok a végén, amikre tök jó a pályázat, mert az egyik iroda rájön, hogy lehet, hogyha ezt kivesszük, vagy ha ezt úgy csináljuk, de akkor hozzáadunk egy valamit, akkor elérni. És nem egyszerűen van egy közvetlen megbízás egy ingatlan befektetőtől, nekem kell ide 300 lakás, és ők kitalálnak 3 verziót rá, hogy így is így lehet csinálni. A végén kiderül, hogy a pékségből mégsem lesz pékség, az is egy plusz egy lakás lesz a földszinten. Ilyenekre nincs kint lehetőség. Szerintem ezek annyira túl vannak szabályozva, hogy meg mindenki megnézi, mindenkinek fontos, hogy az úgy legyen, ahogy leírták, ahogy a programfüzetben ott van, hogy ezek vezetnek azt hiszem oda, hogy kitalálják. Van egy konkrét elképzelésük, hogy mire van szükség. Aztán végül lehet, hogy 10 év, 20 év múlva nem az lesz, nem működik rendesen a városközpont, mert ilyenre is van példa, hogy üresen állnak ott házak, de nagyon szép házak, vagy olyan házak, hogyha ha úgy működött volna a társadalom, hogy azt elképzelték, hogy fejlődni fog, akkor az a rész az nagyon szépen fejlődhetett volna mondjuk. Erre biztos ezt is nagyon sok irányba lehetne kutatni, hogy az miért nem működik az a kisebb városközpont. Nagyon sokan bejárnak a nagyvárosba dolgozni, de mégis mindig a minőségre mennek, és próbálnak nem mennyiséget termelni. Kiegészítem egyet, amit mondtam. Valószínűleg tényleg a pályázat lesz itt a kulcs, mert, és lehet egy nagyon low budget projektre is pályázatot kiírni, csak annyi hiányzik szerintem itthon, hogy a zsűri az egy szakmai zsűri, és amit a zsűri dönt, azt a beruházó tiszteletben tartja. Ő felkéri azt az 5 embert, abból van egy zsűri prezident, és amit végül ők határoznak, az fog megépülni. És persze mind az 5 projektnek bele kell férnie a keretbe, ami lehet egy nagy keret, vagy lehet egy kicsi keret, olcsón is lehet valószínűleg kicsit esztétikusabbat csinálni, csak lenne egy verseny. És ott minden versenyben, de például is van egy példám, Zürichben a karácsonyi világításra a főutcán pályázatot írtak ki, és 5 vagy 6 éve készült el, és amúgy gyönyörű, és minden iroda gyakorlatilag benevezett, az én irodám is csinált egy skiccet rá, egy A3-as szerintem annyi volt a leadás, de ezt is úgy döntötték el, és tényleg szép lett. Szóval gyertek karácsonykor Zürichbe. Szóval a pályázat az nagyon fontos lenne itthon is, egyre több legyen, remélem egyre több lesz majd. És hogyha
a jövőtöket kérdezzük, akkor egy ilyen tök motiváló környezetben vagytok, azt hiszem, mind a hárman. Nyilván itthon van egy adott helyzet, hogy pár év múlva, hogyha hazajönnétek, vagy hogyha kint maradtok, saját irodában gondolkodtok esetleg, amiben azt a kint szerzett tudást, tapasztalatot hazahozhatnátok és kamatoztathatnátok, vagy még sokkal tovább maradnátok kint, illetve hogyha például teszem a Svájcban kint vagytok, vagy Angliában kicsit jobb a helyzet, mint itthon, de hogy ezt így hogy látjátok, hogy mi az, amiért hazajönnétek, vagy mi az a helyzet? Vagy ezen gondolkoztatok-e már, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy 10? Én szerintem még 1-2 évig mindenképp kint leszek, de egyébként tervezem, hogy hazatérek. Arra nem számítok, hogy sokkal jobb lesz itthon, mert szerintem az évtizedek kellenek. Valószínűleg ez változni nem fog. Az, hogy kint lehetne egy cégünk, a Norbi szerint igen, szerintem nem. Én nem látom azt a lehetőséget, hogy kint saját irodát nyissak, vagy pedig szerintem mindannyiunknak az volt az álma, vagy az volt a célja, hogy egyszer majd önállóak leszünk, és lesznek saját házaink, és ezt továbbra is csak itthon tudom elképzelni, esetleg kint úgy, hogy valakivel társulok, de az mindig egy függőségi viszony lesz a helyi srác felé. Meg nekem például van kint Svájcban barátom, és nekem azt mondták, hogy annyira magasak vagy jók a fizetések, lényegében alkalmazottként, hogy igazából kvázi nem éri meg kint irodát nyitni, mert hogy kvázi sokkal nagyobb a felelősség, jogszabályok, meg ilyenekre kell figyelni. Oké, hogy mondjuk azért gondolom, hogy ha már ott vagytok egy irodába pár éve, 5-10 éve, akkor már ti is kaptok saját projekteket, amik lényegében a ti projekteitek, és nem a főnökötöké, és ti nevetik is rajta van, gondolom. Ez attól függ, hogy partner, bevesznek-e partnernek a cégbe. Hogyha nem vesznek be partner, akkor nem lesz neved soha kint. Én nem tudom elképzelni, hogy én mindig azt mondom, hogy egy ilyen lakás kint különösen életed legnagyobb beruházása. És nem tudom elképzelni azt, hogy egy svájci ember, aki házat épít, amihez nagyon gazdagnak kell lenni még kint is, mert ott az átlagember bérel Zürichben, gyakorlatilag senkinek sincs saját lakása, azt mondja, hogy az élete vagyonát, vagy életének az összegyűjtött pénzét egy olyan emberrel fogja elkölteni, aki nem tökéletesen beszéli a nyelvét. Én nem tudom elképzelni azt, hogy egy svájci németet beszélő ember mellém ül, és megbeszéljük, hogy hogyan költjük el a 10 millió frankját. Biztos, hogy helyit fog megkeresni, ez 1000%. Azt hiszem, én is egyetértek ezzel. Az akadémiai pálya kint olyan, hogy nem nagyon lehet más csinálni mellette, viszont nekem is, mint ahogy Gergő mondta, az volt az elképzelésem, hogy majd lesz irodám. Én ezt itthon sokkal inkább el tudom képzelni, akár egy akadémiai pálya mellett is. Azt gondolom, hogy valaki nem azért fog irodát csinálni, hogy sokkal több pénzt keressen, Zürichben biztos, hogy nem, de egyébként sem, hanem azért, hogy a saját feladatain dolgozzon. Tényleg nem lenne szükséges kint leletélni egy életet alkalmazottként. Kérdés, hogy ezt szeretné, de én látok erre még opciókat azon kívül, hogy saját irodám legyen. A projektvezetői az a következő lépésként az elég jó lépcsőnek tűnik. Lehet, hogy az is bőven elég stressz, kevesebb, mint ha üzlet, vagy ha igen, irodát vezetnék effektíve, de akkor már jobb, és lehet, hogy jobban a magaménak érezném. Ugye az a végeredmény szerintem, hogy mindenki magáénak érezze azt a projektet, amin dolgozik, akkor szívesen kell föl, és megy be eltölteni vele megint 8 órát. Erre is van lehetőség a projektvezetőire, ahhoz, hogy partner legyen az ember, attól már csak egy fokozat, hogy pár ember. Az én irodám az úgy alakult, hogy egy korábbiból ott névadó volt a Pfenninger az AGPS-ben, és onnan léptek le páran, mert ők azt gondolták, hogy ők másképp szeretnék csinálni. Ezt el tudom képzelni bármikor, és oda, hogy amiatt ne vigyenek magukkal, mert magyar vagyok, azt nálunk az én irodámban nagyon nehezen tudom elképzelni, ott más indokok lennének elsősorban, és az, hogy nem magyar alak, igen, nem tudom ezzel is mennyire tudok azonosulni, hogy egy feltétlenül, a svájciak nagyon védik egyébként a belső piacukat,
és el tudom képzelni, hogy valaki emiatt rosszul érezné magát, hogyha magyar dolgozna a projektjén, de a mai fiatalok ott is, a városi fiatalok biztos másképp gondolkodnak, mint a régi vidéki svájciak, úgyhogy szerintem ez se okozna akadályt. Lehet, hogy egyszer-kétszer igen, de én egy kicsit ezt a részét pozitívabban látom a kintlétemnek, és én egyelőre nem látom, hogy mikor jövök haza, ameddig jól érzem magam, biztos ott maradok, és ameddig úgy látom, hogy van előrelépési lehetőségem, tudok mit tanulni, addig nem látom igazán értelmét, hogy itthon folytassam a szakmámat. És akkor mondtad, hogy van fejlődési lehetőség. Réka, te egy elég konkrét dologgal kapcsolatosan kutatsz, ugye? Merre látod, hogy merre fejlődik, vagy hogy hova tovább, vagy hogy mi a kifutása az építészetnek, vagy lakhatásválságról is volt szó, egy csomó mindenről volt szó, vagy hogy akkor úgy is kérdezem, hogy mivel foglalkoznátok nagyon szívesen ti a munkátok mellett, te meg a kutatásoddal kapcsolatosan, mivel kapcsolatosan mélyülnél el még jobban? Én még csak most kezdem a kutatásomat, és baromira érdekel, úgyhogy én most azt mondanám, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és szeretném megoldani azt a sok válságot, amit az elején felsoroltam, az mondjuk így kezdésnek nem lenne olyan nagyon rossz. Mint mondtam az előadásban is, most Svájcban nagyon megy a fa. Mindent fával csinálunk, és nekem van egy rövid távú célom, szeretnék egy fa toronyházat tervezni. Szerencsére a főnökömnek is ez az élet célja, szóval egy hajóba nevezünk, reméljük, hogy sikerül. A legtöbb pályázat prekvalifikációs, szóval kiválasztanak 4-5-6 céget, és akkor ők pályázhatnak. Próbálkozunk, majd jön valószínűleg az is. De ez a favonal kint nagyon megy. Ebből szemben úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, mert egy olyan cégnél dolgozom, ahol ez már 20 éve is téma. A kérdés, hogy ebből mit lehet hazahozni. Ehhez azért hozzá kell, hogy nagyon, nagyon kell egy helyi szakmai gárda. Van 6-8 cég, 10 Svájcban, akik faszerkezeteket gyártanak, és ők nagyon komolyan innoválnak. Ők nagyon értik, sokszor sokkal jobban értik a házat, mint mi. Ugyanúgy megépítik BIM-ben minden építőelemét, mint mi az épületnek, és CNC-vel készre vágják gyakorlatilag a házat, és kiviszik, egy hónap alatt felépül. Én jól érzem most magam az irodában, meglátjuk, hogy mert tényleg most a pályázatról való lecsúszást azt egy kicsit bántam, hogy most kiviteli terveket rajzolok. Nagyon bántam az elején, amikor átkerültem, de megértettem, hogy ez volt most az igény, és azóta tetszik, a csapatban dolgozás nagyon tetszik, abban a csapatban vagyok, az kimondottan, úgyhogy én most egy picit sodródom, ameddig tanulok, vagy ameddig úgy látom, hogy érdekes ez a dolog. Sokszor próbáltam már beleállni nagyon terveimbe, és lehet, hogy nem mindig jut vele nyugodtan tovább az ember. Én most egy kicsit ilyen fázisban vagyok, hogy a szabadidőmre is többet koncentrálok. És akkor van egy csomó szabadidőtök, mert minthogy azt mondtátok, hogy sokkal többet kell dolgozni, mint mondjuk Koppenhágában. Nyaralás meg ilyenek azért akkor belefér. Nálunk 40 óra az ajándék, túlóra egy évben az irodában szerződés szerint, a Gergőjéknél ez sokkal-sokkal több, és nem muszáj bent maradni. Nálunk az a cél főként, hogy ne maradj bent, ha nem kell. Ha bent maradtál, akkor pénteken vegyél ki egy pár órát, ha hétfőn valami miatt bent kellett maradnod, és ne halmozd, csak amennyit szükséges, sőt, a legtöbb, vagy az iroda fele biztos nem 100%-ban dolgozik, 80-90, van aki 60 egészségügyi okok miatt például, vagy család, tehát csak 4 napot van bent, és azt rendesen, intenzíven ledolgozza, és utána mással foglalkozik. Van szabad időnk azért, hogyha olyan irodát választ az ember, vagy olyan, nálunk is a pályázatozók nagyon sokat dolgoznak, ők ezt kompenzálhatják, tehát a végeredményben több szabadságod lesz, ha 20 nap elég kevés egy évben,
Úgyhogy mindenki, ahogy szintén azt tudom mondani, amit szeretnél, olyan irányba mehetsz, hogy, és válogathatsz az irodák között, neked mi áll jobban. Az akadémiai pálya ilyen szempontból sokkal kedvezőbb, nekünk 40 nap szabadságunk van, és igazából kötetlen a munkarend, tehát hogyha én szeretnék, akkor kávézóból dolgozom, vagy az ágyamból, vagy a szobámból, vagy az irodából, tehát elvileg nekünk is meg kell lenni a heti 40 órának. Nyilván ez kutatásban egy kicsit nehéz, tehát nem tudom azt ígérni, hogy nekem mindig megvolt a 40 órám hetente, de hogy alapvetően ez kell ahhoz, hogy az ember tudja tartani a kitűzött célokat. És ami plusz kihívás, hogy nyilván ebben a helyzetben magadat kell motiválnod, és magadat kell odaverned, hogy akkor igen, haladj és csináld, mert különben nem lesz vége a PhD-nak sohasem. És így, hogy az ember kint van, és addig van pénz, ameddig, így sokkal inkább motivált mindenki arra, hogy igenis befejezze azon a 3 éven belül, ahhoz pedig tényleg az kell, hogy mindenki dolgozzon. De ennek ellenére is én úgy érzem, hogy nekem sokkal több szabadságom van, mint a srácoknak. Hát nekem ez a pályázatos életmód jár. Ez maradt. Rengeteg hétvégi munka. Sokszor, általában az utolsó 2 hét nagyon húzós. Akkor 10-ig vagy éjfélig. Azért mindig alszunk valamennyit. Viszont utána lehet kompenzálni, ezért cserébe jár valószínűleg 4-5 meghosszabbított hétvége, mindig a leadások után. De az a 20 nap, ami jár Svájcban, az nagyon kevés. És a svájciak amúgy pár éve szavaztak, hogy 30 nap legyen, és a 86%-uk azt mondta, hogy köszönni nem kéri ezt a plusz 10 napot. Náluk a munka az szent, és azt gondolják, az előrejutásnak a módja az a rengeteg munka. Még szerintem Dániában ez sokkal ilyen egészségesebben látják. Szóval köszönjük. A közönségből valakinek van valakinek kérdése? Esetleg? Két modell is van. Egyrészt, amikor engedélyeznek, ilyen kis pici tüskékkel kijelölik az épület leendő sarkát. És azt, amikor a szomszéd vagy az utcában lakó látja, akkor azt még nehezményezheti, vagy szólhat a hivatalnak, hogy hely, ez nekem minden oké. Okay. A tömegnek a sarkait kijelölik kis ilyen fém pálcikákkal. De ez olyan szinten, hogy például az egyik háznál a kukatároló mellé egy kis ilyen fészert akartak építeni, és azt is kijelölték. Szóval, hogy ilyen, ezt nagyon precízen csinálják. És amire szerintem te gondolsz, az a mock-up, az pedig az építkezés kezdetekor építik. A homlokzatnak egy kivágatát, egy általában egy szintnyi részét anyaghűen, léptékhűen mondjuk a belső falig megépítik. Ez jó a kivitelezőnek is, mert kiderülnek a turpisságok, még lehet korrigálni, illetve ezt is lehet véleményezni. Más valakinek van kérdése? Akkor köszönjük szépen, és hát a mostani alkalommal, mivel itt a karácsony és az új év között vagyunk, mi annyi ajándékkal készülünk nektek, hogy akinek még nincs, nektek meg ha jól tudom nincs, mert kint voltatok külföldön, akkor kaptok egy Trust Your Architect könyvet, amit ugye mi a szervezőtársaimmal írtunk, és idén adtuk ki, úgyhogy köszönjük, hogy eljöttetek, és mindenkinek nagyon boldog új évet kívánunk.